Na hát sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és most itt is vagyunk a hatodik presztízsemmel is, és ez a badge-ünk, hát szokásosan elmondom, hogy nem bírom nagyobban megnézni, de nektek megmutatom. Na de mit is fogunk ma csinálni? Hát végre egy weekly challenge, amit nekem találtak ki, ugye itt ez a apokalipszis nehézség, tudjátok, van ez a trófea, az arany trófea, amit a legnehezebb beállításon tudtok megszerezni, és meg is nézhetjük egyébként, tehát mit tudom én, most fogom ezt, nem, várjál, hogy kell, ja persze így, így, rámegyünk, hogy apokalipszis 3, ez a beállítás lesz, annyi különbséggel, hogy lesz sprintünk, valamint 100%-os lesz a player speedünk, tehát gyakorlatilag ezzel a beállítással kell megcsinálnunk ezt a weekly challenge-et, és nem a nagy Sunny Meadows-on kell, hanem a Sunny Meadows Restricted-en, ami a kicsi, tehát a Sunny Meadows-nak a kisebbik változata. Úgyhogy, ha érdekel téged, akkor mindenféleképpen maradj itt velem, és jó szórakozást! És hát a különbség a kis Sunny Meadows és a nagy Sunny Meadows között, hogy különböző helyek el vannak zárva, és csak egy rész lesz majd elérhető, tehát mit tudom én, például a mélszár nyitva van, akkor a lenti részre nem tudunk elmenni, aztán a konyhába se tudunk elmenni, meg a filmérszányba se tudunk elmenni, de mindig változó, hogy melyik van nyitva, és ezért kis pálya ez az egész, de amúgy látványban amúgy ugyanaz egyébként, csak tényleg annyi, hogy egyes helyek nem elérhetőek. Nem úgy, mint például a campsite-nál, hogy ott is van egy kisebb változat, meg egy nagy változat, de mind a kettő különbözően néz ki. Hát ez esetben ez nem így van. Na és akkor, milyen eszközöket kaptunk? Hát mindegyik tier 3. Na mondjuk el is vártam egyébként, hogy nem tier 1-es itemekkel kell megcsinálni ezt az egészet. Ja, igen, és akkor itt az apokalipszistát csak a szellemet kell kideríteni. Hogy is kezdjük? Hát először érdemes lenne megtudni, hogy melyik rész van nekünk megnyitva, szóval. Az első dolog, én úgy fogom kezdeni, hogy bejövök és megvárok egy hántot. Hogyha véletlenül a közelemben lenne a szellem, akkor ne kapjon el egyből. Na nézzük. Tehát akkor gyakorlatilag ez egyébként egy 150-es go speed-es challenge, úgy veszük. Annyi, hogy nincs áramunk, tehát gint nem tudunk tesztelni, de igazából nem tűnik olyan vészesnek, közben elindult a hunt. És itt közelebb jövök, hát ha közelben van, bár nem hallom. Még egy kicsit közelebb jövök. Hallom. És gyors a szellemünk. Nagyon gyors. 150-es go speed, de még ahhoz képest is eléggé gyors volt, viszont van egy ötletem, hogy ezt hogyan tudnám letesztelni. Az lesz a tervem, hogy kifüstölöm, indítok egy stoppert. Hogyha ide jön. Most füst, indít. Aha. Jó. Most már csak egy dologra vagyok kíváncsi. Vagy nem? Úgy gyors, hogy te minden. Vége. Wait a minute. Nem akarom elkapkodni, de szerintem ez egy tény. Mi? Ja, csak eventelt. Ejjjjj. 6 másodperc után kezdett el újra... Várjál, hogy ez a szobád? Vagy most csak a leállat volt? Jó, van egy kis időnk füstölni, vagy füstöltünk, tehát akkor most van 1 perc 30 másodpercünk. Az alatt, az idő alatt én fogom magam és kimegyek mondjuk egy keresztért, mert van még egy ötletem, hogy hogyan tudnám letesztelni a tét, viszont ahhoz nekem kell 2 darab kereszt. Jó, legyen inkább így. Ezt még egyszer le fogom tesztelni, mert... Itt nekem valami nagyon nem stimmel. Egyrészt, ne kezdtél el a huntolni a démonnak az idejébe. Valami nagyon nem stimmel ennél a szellemnél. 1 perc 20 másodpercnél... Várjál, kifüstölted én egyáltalán, vagy az nem adta meg? Lehet nem érte el a füstölésem, na várjál. Tehát itt vagy a csöpölbe, van-e orbod? Egyelőre nem látok orbot, viszont... Ajaj, van egy olyan érzésem, hogy ezt nem sikerült rendesen kifüstölnöm az elején.
baj, most hát ha észrevett. Üst, indít. Aha, ez egyértelműen nem morolj, most már 100%. Ide leteszem a keresztet úgy, azt talán fedni fogja. Őt a gyújtómat is ide dobom, és akkor még behozok füstölőket például. Jó, az csak event. Eléggé lassú volt, tehát hogy egyértelmű volt, hogy csak event, de amúgy... Egy picit azért jó megijedtem, bevallom, mert... De azért na... Már láttam a stopperbe, hogy nem hántolhat. Tehát akkor az lesz a tervem, hogy ha T, akkor le tudom gyengíteni. Igazából, mivel a morajt kizártam, így maradt nekem a hantu, mint lehetőség. Mondjuk ezt a keresztet leteszem ide, úgy. Elveszem a gyújtómat. És amennyire csak bírom, itt le fogom gyengíteni a szellemet. Vagy ha ez a szobája, ennek kell lennie. Mindig innen indult, és itt is van a lehelletem. Odakint nem esik a hó, szóval 7 fok alá nem nagyon csökkenhet bárhol, csak a szellem szobájába. A lényeg, hogy a T az nagyon gyors a kezdeti... Mi az? Hogy magyarázza lehetett? Van a T, ami egyévesen kezdi az életét, és ahogy benn vagy a szobájába, annál jobban öregíted. És minél jobban öregíted, annál jobban gyengül, tehát annál lassabb lesz. Valamit hántalat, ha lát téged, nincs line of sight boostja, tehát nem tud gyorsulni, miközben lát téged. Logikus is, mivel az idő múlásával gyengül, tehát nem lehet egyre gyorsabb. Event volt csak jó. Viszont 7 perc, 47, 48, 49, ha még 10 másodperc letelik, akkor most meg már spirit. Csak mimik vagy mi? És meg 3 perc telt el. Miért? Kereszt se égett el. Most égett el. Tudod mit? Akkor kifüstöllek megint. Indítás. És mondjuk behozok egy kamerát. Lehet, hogy pont olyan helyen van a csöpölbe a kamera, mi az az orb, ahol nem látszódik. Nem olyan egyszerű, ám, aminek látszik. Van-e orb valahol? Úgyhogy ha nincs, akkor miért nincs? Lehet, hogy tényleg fogta magát, és kivárta volna 3 percet a té. De spirit meg nem lehet, mert az meg nem ilyen gyors. Jó, hogyha megint kivárja a 3 percet, akkor... Ne várd már ki, hántoljál már, vagy valami, ez így nem fair. Mert hogyha gyengítjük a tét, attól... Jó, most nem várta ki, rendben, értem. Ajjaj, közben gondolkozok, hogy akkor mégis mi lehet. Őt ide teszem a kereszteket, hogy belőlem ne indítson hántot. Most megnézzük a sebességét. Lehet nem kéne tovább gyengítenem, hanem... Ez lassabb. Egyértelműen lassabb, de az átlagnál meg gyorsabb. Szóval, ha minden igaz, ez egy té. Jó. Akkor ide jövök és kifüstölöm. Feltéve, hogyha... Gyere csak! Vagy ne, menj, jössz, mi van, hol vagy, hello. Vége? Mindegy, akkor megyek. Olyan volt tényleg, mintha az át... Most kicsit lassabb, de tényleg az átlagnál egy kicsit gyorsabb, azt hiszem. Mindegy, megnézzük igazából, tehát hogyha nem jó az elméleteim, akkor igazából kezdjük előről, de szerintem ez egy tény. Csak furcsa volt, hogy tényleg ott kivárta a 3 percet. Na mindegy, hát ő tudja, hogy mit akar. Pedig időbe indítottam a stoppert. Csak a spiritnek kéne kivárnia. És helyes volt az elmélete, akkor tényleg kivárta a 3 percet. Hát, a kis pofátlan. Ó, megcsináltunk egy csomó napi küldit. Sokat nem érünk vele, de legalább van. Jó, eddig jó. Eddig jól állunk, tehát mehet tovább. Ó, én azt mondom, tehát nincs megállás. Most kezdek belejönni. Halljátok a hangomon? Én hallom. Jó, hát hozzáteszem, hogy viszonylag könnyű szellemet kaptunk, mert tényleg egy tét nem olyan nehéz kideríteni, de azért 150%-os tély, az azért mégse a legviccesebb dolog szerintem. Oké, második felvonás, akkor most egyből felveszem a fejkamerát, mert az jól tud jönni, mondjuk, hogy szerencsénk volt, meg közel volt a szellem. Én csak abba bízok, hogy egy jó
helyet fogunk majd kapni, majd, hogy itt mondtam, ugye, hogy el vannak zárva. Igen. Jó, ez most már egy normál sebességnek tűnik. Ó. Oh. Jó, nem jön ide. Azért ez már egyértelműen lass. No, mit csinálok? Véletlen rányomtam, vége van legalább, vége. Oh no, de béna vagyok. Na mindegy. Előfordul. Előfordul, hogy megremeg az ember ujja. Csak úgy. Ja, akkor igazából viszek be keresztet is, meg akkor nem tudom, só, mert... A tier 3-as só legalább lassítja a szerelem, viszont most muszáj vagyok megvárni még egy hántot. Nem is azt hiszem, ez a füstölés nem fog számítani, ha minden igaz. Egyelőre tényleg meg kell várni, mert most béna voltam. Ja, hogy itt a szellem. Ez mondjuk lehet nem jó. Habár, legalább tudunk tesztelni. Egy shade-et, meg egy onriót. Ha ténylegesen itt van, nem pedig valamelyik szobába, és csak átvándorolt ide. Hát ez majd a kereszt elmondja nekünk hamarosan. Mondjuk, hogyha a szobáját füstöltem ki, az is számít, nem? Már nem tudom, ennyire nem értek hozzá, hogy most mi számít füstölésnek és mi nem. Elfújta ezt a gyertyámat, már mi az öngyújtómat. Nem orriós elfújásnak tűnik, mert annak egyre gyakrabban kellene. Hogy most tényleg füstöltem, vagy most miért nem akar hantolni? Már eltelt legalább egy perc. És füstölésnél... Event, jó. És füstölés nélkül 25... Egyszer majd csak hagyja, hogy végigmondjam. Tehát füstölés nélkül... Már elfelejtettem, hogy mit akartam. Hülye szellem. Na szóval. Füstölés nélkül a hunt letelte után másik szobából indul, viszont lehet, hogy ez a szobája. Vagy hamarosan kiderül, de most sem engedte, hogy végigmondjam. Szóval, füstölés nélkül, ha letelik a hunt, akkor 25 másodpercig nem tud huntolni a szellem. Kivétel a démon, annak 20 másodpercig nem tud. Ha, köszönöm. Mondd meg, hogy mikor ér véget a hunt. Vége. Jó. Akkor ellenőrizzük a másik szobát is. Közben van-e itt nekem kívánságom, vagy a szellem elhajította azt? Itt elvileg van egy kívánság, amit meg lehet kapni, de valószínűleg elhajította, nem mind. De itt van. Mutasd. I wish to see the ghost. Hát azt hiszem az már megvan. Yep, az az első, amit megszereztem. Vannak ilyen eldugott kis easter egg-ek így a majom mancshoz egyébként. Jó, jó. Nem vagy Oni. Mondjuk nem értem, hogy miért kell ezeket így összegyűjteni, mert... Na de jó vagy. Megint fura, mert megint másik szobából indul. Ding ding. Kétszer ért hozzá? Na várjál. Még itt nagyon le van hajítva minden. Nagyon... Unszimpatikus nekem ez a szellem. Lehet, hogy poltergeist, de lehet, hogy shade. Itt láttam leheletet, az biztos, szóval lehet, hogy ez az. Jó. Én megkockáztatom a shade-et egyébként. Megint egy másik szobából indult. Ha nem az, akkor kapja be. Itt vagyok a szobában, ki sem mer jönni. Még ő fél tőlem. Nem, amúgy ez nem számít a shade-nél. Vannak olyan szellemek, amelyik így járkálnak a szobájukban nagyon sokáig. De közben úgy látom, hogy vége van. Jó. És akkor remélem, hogy ez tényleg shade, mert... Tehát, hogy ennyiszer más szobából indulni, úgyhogy még a keresztet se törte le. Bár félek, hogy a poltergeist lesz, de nem hiszem. Ez a kétszeres ting-ding az nagyon összezavart. Ha meg orrió, akkor meg rohadjon meg. Az a kétszer Jin. Persze. A Jin játszon shade-et, meg poltergeist, meg minden. De ezt meg ki nem bírtam volna deríteni, mert nincsen fuseboxunk. Na mindegy. Gondoltam, hogy lesz ilyen szemétség a játékban. Ezen a challenge-en, hogy bedobja a Jin-t. Tehát annyira shade-esen viselkedett, hogy
mi az a recepción voltam, akkor az irodából kezdett el hántolni. Átmentem az irodába, a recepción kezdett el hántolni, és aztán még egyszer ugyanezt eljátszott. Tehát innentől kezdve ki ne gondolná az, hogy az nem egy séd. Igazából örülök, hogy elmentem, mert az egy csint kombinálni még a Gorrióval, meg az egyéb ilyen fantasztikus szellemekkel, hogy bármi kell, mire beadja az ability-ét. Na de mindegy. Ez van, ezt kell szeretni. Van, hogy a játék az ilyen szemét tud lenni. Elméletileg megvan mindenem, így van, akkor let's go. Na és akkor itt vagyunk. Szokásosan megvárjuk az első hántot. Így is van, el is kezdte. Kicsit közelebb is jövök. Tudok hallgatózni, hogyha esetleg nagyon közel lenne. Nagyon nem hallok semmit. Merész legyek? Menjek? Menjünk, nem megyek. Ja, most ez a rész van lezárva. Kérdés, hogy aha, erre el tudunk menni, viszont... Mi van neki? Oh. No, a legrosszabb a mélszárny. Ott semmi lúpolóhely, meg semmi búvóhely, meg semmi... Ajjaj. Ezt taktikusan kell csinálni akkor viszont, és ja, a fémél pedig az a legjobb hely. Ráadásul a mélszárny is jó lenne, hogyha alul nem lenne elzárva. Hú, én ezt hogy fogom megcsinálni? Valószínűleg sehogy. Persze. Eventeljél is rám. Nem tudom, hogy mi a szobád, de valószínűleg ott a mélszárnyban lesz a szobád, szóval... Ha onnan ilyen messziről rám eventeltél, akkor erős a gyanúm, hogy lehetsz egy Wraith Phantom vagy Banshee, és ezeket ki is fogjuk ám deríteni. Méghozzá egy IMF-fel. De azért a kereszt az nem árt, hogyha az ember kezébe van. Várjál, 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 nem jól csinálom. Mert ezek majd a másodlagos kellékek lesznek, viszem a füstölő, oda tettem, igen. Akkor keresztel a kezembe. Bajba vagyok. Futás! Nem jó! Nagyon nem jó! Fuss! Stoppert elfejtettem indítani, most nem ez a legfontosabb. No! Meglátod mi? Ne! Jó tudni, hogy ez a zongorás még működik. Most már... Jó. Nem 100%, hogy Banshee Phantom, meg ilyesmi. Mondjuk nem 100%. De ez már nagyon gyanús. Hát már onnan gyanítottam, hogy ide jött a közelbe, hogy itt fújta el ezt a rohadt lámpást amúgy. Hú, hogy fogom én ezt kideríteni? Ez is kérem az IMF-emet. Úgy. Hova tettem a sót például? Oda. Oda. Jó, keresztel a kezembe. És behozok még egy füstölőt. Várjál, fantomot nem mondanék, bár egyszer láttam. Mondjuk arra behozhatnék még egy fényképezőt is. Akkor most checkpointról fogunk haladni, és... Ez mi volt? Még nem fújt el. És hol a kereszt? Hol a kereszt? Jaj, itt van, jó. Egy másfajta taktikát fogok alkalmazni, méghozzá itt a chapelbe. Jó, akkor hozok be parabolikot, keresztül a kezembe, mert félek. Mert igazából most jobb ötletem nincs, én oda biztos be nem megyek a mélszányba. Az maga le... Akkor... Mondjuk ez baj. Mondjuk legalább csinálhatnád azt, hogy errefele jössz. Nem nézel be ide, de azért belelépsz a sóba, vagy nem lépsz vele. Ahogy érzed, csak engem hagyjál békén. Köszönöm. Akkor parabolik, meg mondjuk vissza ebben még egy adag sót, mert a szellem abszolút nem akar semmit se csinálni. Futás! Amíg nem hántol. Viszont ha hántol, akkor megszívtam, az biztos. Wahoo! Mi? Már nem lehet átmenni? Ne szórakozzál, na mindegy. Jó. Passz. Legyen egy ott. Egy ott. És most bezzeg itt vagy. Mit csináljak? Van egy ötletem. Nem jól csinálom. Állj! Meg vagyok zavarodva. Nem baj. Akkor is van egy ötletem, és azt én most már megcsinálom.
Na, most gyere ide. Gyere már! Ó, és elmegy a másikra. Ba, nem baj, van egy kis időm. A gyújtómat meg nem vettem föl. Oké, most egy kicsit örülök, hogy nem erre fele jött. Viszonylag gyorsnak kell lennünk, oda is teszünk, úgy. Putás! Parabolikot nem vettem föl. Please. Oh. Köszi. Még nekem az is jó, hogyha belesikítasz még időbe ebbe a szarba. Mi az csak pályahang. Nem hiszem el, hogy ennyit kell várni egy rohadt... Itt van. Don't do that, please. Na? Jó, nem Phantom. Futás! Leszek jó! Please! Please! Odaérek! Ez az! Ne ülj meg! Ne ülj meg, ne ülj meg, ne ülj meg, ne ülj meg! Oda se nézek inkább! Én szabba lehel le! Rét! Rét! Ugye? Belelépett a showba, vagy nem? Nem bírtam megnézni. És megölt. Kezemben volt a izé, ugye? A parabolik, nem kapcsoltam ki. Igazam van, belelépett vagy nem? Nem látom. Please. Mondd, hogy nem léptél bele. Let's go! És megcsináltam! Áú, begörcsölt a tenyerem, úgy a kölbe szorítottam. Áú, áú, ez fáj. És mindezt azért, mert egyszer se volt hajlandó akkor is úgy hántolni, ahogy. Na mindegy. Mert hogyha hántalat jön, akkor is bele kellett volna, hogy lépjen, de ez cseles volt. És direkt nem jött a show fele, viszont mivel már a chapelből indította a huntot, ezért be kellett, hogy jönjön a chapelbe, és még nem lépett bele akkor se a showba, amikor bejött, szóval ez ilyen egyértelműnek kellett volna lennie, hogy Wraith, csak hát ja, én szeretek nagyon 100%-osra menni. Na de már csak egyszer kell megcsinálni. Pedig amúgy ez is egy könnyű szellem, de amit láthatjátok azért, apokalipszis nehézsége nincs olyan, hogy könnyű szellem, maximum könnyen kitalálható szellem, de azért túlélni sem olyan egyszerű. Oké, okay. Let's go, jöhet. Így. Lehet be kéne vinnem előre itemeket. Ha nem, először meghallgatom. Ha belém teleportál, akkor biztos, hogy megint egy Phantom Wraith Banshee trió lesz. Hát én álljál már még. Ne. Már neked sincs kedved, ugye? Hát, farügy, mert nekem van. Na, mi van, nem akarsz huntolni? Ah, I see. Lehet, hogy be kellett volna mégis csak hozni azt a keresztet. Nem tudom. Egy kicsit Onisnak tűnt az első pillanatokban, bár ez nem jelent semmit. Jó, megérdemeltem. Megérdemeltem a saját hibámnak az áldozata lettem. Micsoda! Da, hogy pont ilyenkor kapok obakét! Na nem baj. Jó, akkor most taktikusak leszünk, és előre bevisszük a kellő mennyiségű itemet. Vagyis hát legalább egy keresztet. Jó, hát akkor szükséges itemek, mondjuk egy kereszt, show, meg egy ilyen parabola. Amit én paraboliknak szoktam mondogatni, de nem tudom, így valahogy ilyen viccesnek hallatszódik, ez egy parabola. Vettem. Én amúgy miről beszélek? Mi van? Semmi, hagyjuk. Engedjük el, most fáradt vagyok. Na, velem te még egyszer nem fogsz kitolni. Most a levegőbe vagy lebegsz, hogy mit csinál ez a kereszt? Na mindegy. Könyörgök. Ez az. Mondta, hogy a female-hez el tudok menni. No! Mélszányba esetleg. Nem, akkor ez a konyha lesz. Fú, a legrosszabb. Tudom javasolni egyébként, hogyha itt a konyha részleg nyitva van, akkor kezdjétek előről, mert itt abszolút semmi esélyetek sincs. Mert még a jó búvóhelyre se lehet elmenni, ott van egy nagyon jó búvóhely. Szóval, ja. Mivel fogadunk, hogy az udvaron lesz. De legalább itt a gerinc, ami egy borda. Igazából most nem érdekel, hogy meghalok, ez úgyis egy olyan hely, ahol nem sok esélyem van semmire.
Ez baj. Hallottam, viszont... Mi? Várj! Várj, mi? Te ott... Mi? Mi volt? Itt hallottam lépkedni, egy másik pillanatban meg ott megjelenik előttem. Mi az a szellem? Jó, nem baj. Most checkpointolni fogunk. Mondjuk lehet a füstölőt, nem tudom, hogy meggyújtja-e, mindegy. Hozzuk a többi cuccot is. Fejkamerával nem érdemes menni, mert a szellem érzékeli. De azért nem akarom végig sötétbe menni. Úgyhogy fölveszem és hozom a többi eszközt. És szükséges lehet. Még meg tudnánk esetleg itt hallgatni a szellemet. Viszont ahhoz vissza kell hoznom a izéket is. Jó, ez lesz. Visszahozom a cuccokat. Óvatosnak kell lenni. Kérem, kérem, kérem. Jó, mondjam, hogy ez is egy gyors szellem. Ó. Oh. Hantu! Láttátok a leheletét? És vége. Oké, viszontlátásra. Láttátok a leheletét? Jól mondtam én, hogy gyors ellen. Most először láttam a Hantunak a leheletét. Emlékeztek arra a videómra, amikor izé? A 150-es Ghost Speed-es izé videómra, hogy izé ott kétszer is meghántoltatta a szellemet, a Hantut, és így nézegettem, hogy na, látszódik a lehet, látszódik a lehet, nem látszódik, ott akkor nincs is igazából, és hát akkor én már azt hittem, hogy ez csak legenda, de most egyértelművé vált nálam, hogy ez egy Hantu. Hú! Mekkora mákom volt, de most komolyan. Édes jó Isten, ilyen szerencsém, nem is tudom, mikor volt. Mondjuk, most mondjam azt, hogy szerencsés voltam az egész idő alatt. Azért, hogyha hozzáveszük, kaptam egy dzsint, amit nem bírtam kideríteni, a Wraith az megszivatott. Ilyen félig szerencse, félig bal szerencsés voltam. Szerintem teljesen korrekt volt a játék, hozzám maradjunk annyiba. Adhatott volna szarabb szellemeket is. Mondjuk a dzsinnél nem tudom, mi lehetne szarabb. Talán a Gorjó. Jó, azt igazából nem várom meg. Ez egy jó kis challenge, vagyis hát én élveztem, mert hát ez legalább volt benne valami kihívás, és nem volt unalmas. Na de. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a mai videót, ha tetszett, akkor én annak nagyon örülök, és akkor remélem velem tartasz legközelebb is. Viszontlátásra!